Vasárnap, május 5-e. Boldogság, merre vagy? Zsoltárok 84. fejezet, 6. verse. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Tudtad, hogy minden reggel egy új nap ajándékát kapjuk egy kétsávos út formájában? Elindulunk, és utazás közben az út mindkét oldalán plakátok ígérik a boldogságot. Aztán egy idő után a sávok eltávolodnak egymástól, és ellentétes irányba vezetnek. Életünk a mások kihasználása és a mások boldoggá tétele között zajlik. Vagy meg akarjuk oldani egyedül, aggódva a problémáinkat, vagy meghívjuk Istent, hogy segítsen megoldani azokat. Nagyjából egyforma eljárásokra van szükség mindkét esetben. A különbség a magatartásunkban mutatkozik meg. Ha a saját tudásunkra alapozunk, és arra, amit egyedül is el tudunk végezni, miközben igyekszünk kiiktatni mindenkit, aki az utunkat állja, és ettől várjuk a sikert, az egészséget és a személyes jólétet, akkor önkéntelenül is a baloldali sávot választjuk. Ha Isten közelében maradunk, rábízunk a szükségleteinket, terveinket, és meghívjuk, hogy erősítsen és vezessen, akkor a jobboldali sávot választjuk, hiszen az önzetlenség, a jól végzett munka öröme és az Isten vezetésében való bizalom vezérel. A boldogság csak akkor születik meg, ha megértjük az élet értelmét, és sikerül legyőznünk a félelem okozta nyugtalanságot. Csak így lel békére a szívünk, és tudatosul bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Biztosaknak kell lennünk abban, hogy a körülmények nem vonják el a figyelmünket, mivel Istentől egy sokkal távabb, fentről jövő látásmódot nyertünk az előttünk álló úttal kapcsolatosan. A különbség tehát a magatartásunkban rejlik. Íme a mindennapok sikerének kulcsa. Minél gyengébbnek és tehetetlenemnek érzed magad, annál erősebb leszel az ő erejében. Ha éppen ma kell házastársat, szakmát, lakást vagy megfelelő orvost és kezelést választanod, Isten a következő lehetőséget kínálja fel számodra. Ezeket a lépéseket megteheted egyedül, de megteheted az ő vezetése alatt is. Bárhol vagyunk, ő mellettünk van, hogy támogasson, megőrizzen, védelmezzen és bátorítson. Hagyatkozz ma bizalommal Isten erős karjára. Tegyen meg minden tőle telhetőt, de engedd, hogy ő vezessen az igazi boldogság felé.